Jó hangulatban zajlott idén is a már harmadik alkalommal megrendezett integrált sportnap. A Veled is törődünk egyesület pályázati forrásból segítette a Kereszt utcai Nyitni kék nappali fogyatékos ellátó által szervezett sport délutánt, melyen a jó hangulat és a mozgás mellett az integráció és az elfogadás elősegítése volt a cél. Igazából azzal a céllal jött létre ez a rendezvény, hogy szerettük volna, hogyha a fogyatékkal élő emberek és az egészséges emberek minél több rendezvényen, illetve lehetőséget kapnának arra, hogy együtt tevékenykedhessenek, és erre a sport az egyik legjobb eszköz. Általános iskolásokat vártunk erre a programra, felső tagozatos 7.-8.-osokat, akikhez csatlakoznak a nappali ellátó gondozottai, illetve az NB1-es felnőtt kosárlabda csapat, akik már évről évre szívesen jönnek és segítik a mi rendezvényünket. A gyerekek rendkívül nagy lelkesedéssel jönnek ezekre a programokra. Igyekszünk olyan feladatokat összeállítani, hogy ezek élvezetesek, mókásak legyenek, illetve valóban van hozadéka, hiszen a rendezvényeinket követően már érkeztek megkeresések az irányunkba, tehát úgy látom, hogy az egészséges emberek is nyitnak mi felénk. Medve Máté és a kosárcsapat tagjai évek óta szívesen csatlakoznak a játékos délutánhoz. Nagy szeretettel jövünk, és úgy gondolom, bármelyikünk nevében mondhatom, hogy nem tekintünk senkire úgy, hogy mások lennénk, mindenki ember és mindenki egyenlő. Nyilván az élet más feladatot ad mindenkinek, de úgy gondoljuk, hogy azok az emberek, akik esetleg ilyen úgymond hátrányossággal születnek, ők az igazi bajnokok az életben. A Nyitni kék klub gondozottjai izgatottan várják minden évben a vetélkedőt. Tavaly volt a legjobb, mikor festeni kellett. Ki kellett színezni, itt a szánkba beleraktuk az ecsetet, és ki kellett színezni valamit a szánkon. Ez nagyon jó volt. Nagyon szívesen jöttek a gyerekek. Én második alkalommal vagyok velük. Több olyan gyerek is van, aki már tavaly is volt, és most is elsőre jelentkezett, amikor megemlítettem nekik. Nagyon élvezték a gyerekek a feladatokat. Ezek inkább ilyen játékos, kis ügyességi feladatok, mókások voltak, és felhőtlen, vidám hangulatban zajlott ez a kis verseny.